Idén, július közepén Krétán rendezik meg az A-divíziós fiúkosárlabda Európa-bajnokságot. A kontinens viadalra készülő magyar csapat Szombathelyen alakította ki a főhadi szállását. A tervek szerint 6 részletben több hetet töltenek majd el a fiatalok a Vasi megyeszékhelyen, melynek létesítményeivel maximálisan elégedettek a csapat vezetői, játékosai. Részben azért vagyunk itt, mert elégedettek vagyunk vele, illetve részben azért, mert a legnagyobb helyismeretem nekem itt van. Itt tudom a legtöbbet segíteni minden tekintetben az, hogy a csapatnak jó körülményei legyenek. Meg hát nem utolsó szempont, hogy nagyon sok a Szombathelyi csapatban. Az U20-as fiú válogatott jelenleg egy bő 19 fős kerettel készül a nagy megmérettetésre. Heten a Falkó Trend Optika KC Szombathely csapatának utánpótlását képviselik, vagyis a gárda gerincét a sárga-fekete kosarasok jelentik. Mi tudjuk egymásról, hogy mikor mit akar a másik, ezért mi összeszokottabbak vagyunk. De hát egy válogatottnak épp ez a szépsége, hogy ez alatt a 5-6 hét alatt meg kell ismerni a többieket is, akikkel már a többi válogatottban is együtt voltunk, és ezáltal van egy kis előnyünk. A magyar korosztályos válogatott kifejezetten alacsony szerkezetben készül az Európa-bajnokságra, ugyanis nagyon kevés, 2 méter feletti játékossal rendelkezik Váradi Attila. Ennek ellenére egyértelműen a biztos bentmaradás lesz majd a cél Krétán, vagyis a magyar csapat meg akarja hosszabbítani az A-divíziós tagságát.